Köszönöm szépen, és nagyon izgatott vagyok. Izgatott vagyok szeretteim, amiatt, hogy amit Isten igéje akar közöttünk elvégezni. És izgatott vagyok, mert valóban az örök életnek a beszéde, és egy olyan tanítás, vagy olyan dologra jöttem rá, hogy tanulmányoztam Isten igét, amely számomra nagyon sokat jelent, és rendkívüli módon életformáló ereje van. És amire nagyon nagy szükségünk van. És izgatott vagyok, és az az én teljes hitem és reménységem, hogy ma úgy fogtok hazamenni, hogy hú, de jó, hogy eljöttem, mert valami nagyon komoly változás történt az életemben, valahogy megragadott Istennek az igéje, sokkal pozitívabban látom az én életemet, a világot, a jövőmet, és egyszerűen látom már, hogy működhetnek azok a dolgok az életemben, amelyek eddig nem működtek. Hisztek ebben? Várjátok? Na, gyertek, imádkozunk egy jót, akkor lendüljünk bele. Úr Jézus, köszönjük a Te ígéret, amely örök életnek a beszéde. Annyira jó, és ez egy mennyei energia. Ez egy üdvösséget jelentő szó. Ez megtöri a gátakat a mi életünkben. Új életet ad, új reménységet, új hitet ad. Köszönöm, Uram, hogy ma gazdagon terített a Te asztalod a dicsőítésben, az imádatban, az igében, ahogy szólsz hozzánk. És köszönöm, Istenem, hogy asztal terítesz nekünk, ami ellenségeink elől csordultig van, ami poharunk. És köszönöm, Uram, hogy egy igazi svédasztalos vasárnapi délelőtbe lehet részünk szellem által, mert Tied a teljesség. És kijárasztottad ránk a teljességedet. És köszönjük, Szent Szellem, hogy itt vagy ezen a helyen. És köszönjük Istennek a szelleme, hogy Te fogod erőssé, valóságossá tenni a Krisztus közöttünk a szabadítást, az életet, és a mennynek egy szelete lehet itt. A menny pedig nem más, mint igazság, egy nagyfokú békesség és a Szent Szellem által való fantasztikus öröm. Legyen áldott a Te neved ezért, és hiszünk abban, amit tenni fogsz ma délelőtt közöttünk. Amen. Amen. Nagyon szeretek imádkozni, mert nagyon-nagyon jó dolog. Amikor imádkozunk, akkor kapcsolatba lépünk az Istennel, a mennyel, aki a teljesség. Annyira jó vele kapcsolatba lenni. Ez tényleg olyan, mint amikor egy már majdnem lemerült telefon beledugunk a töltőbe, töltőt pedig a konnektorba, és egyszerűen elkezd töltődni, és amikor imádkozunk, akkor rákapcsolódunk a mennyre. És tudjátok, a mennyben semmi rossz nincsen. A menny az tökéletesen jó. A mennyben tökéletes boldogság, öröm van, tökéletes az erő, semmi soha nem romolhat el. Semmi kárhozott nincsen, semmi öregség nincsen, semmit nem lopnak el, nincs semmi átok, nincsen betegség, csak csupa jó dolog. És amikor imádkozunk, egyszerűen rákapcsolódunk a mennyre, és amikor Istennek az igéjét magunkévá tesszük, akkor válaszol a menny, és belénk költözik, és egyszerűen átformál teljesen minket. Tehát ez fog történni ma delőtt, és ez történik mindig, amikor hittel olvasod Istennek az igéjét, és megragadod. Na, megnéztem az embereknek a vágyait, hogy mire vágynak mostanában. És utána elmondom az én vágyamat is, és hogy érdeklődtem, hogy általában milyen helyzetben vannak az emberek, mit szeretnének, ki mire vágyik igazából, ha egy nagy kérése lehetne, akkor mi lenne az. Kíváncsiak vagytok rá? Úgy tényleg, hogy mi van az emberekben, hogy mi az, amit igazából szeretne, és milyen helyzetben vannak, mi a nehézségeik, és hát tudjátok, hogy a kutatásaim szerint 99,9%-ban, hogy mi jött ki, hát igazából, amit én most szeretnék, hogy valahogy elfelejteni mindent. Nem úgy körülöttem van. Valahogy úgy kikapcsolni, valahogy nem gondolni a problémákra, valahogy úgy eltűnni egy időre, és egyszerűen csak úgy valahogy lebegni. Tehát, hogy nem lenni, tehát ebbe a taposó malomból valahogy kiszállni, ami ugye az életet jelenti, és valahogy egy olyan helyre kerülni, ahol boldogság van, valahol úgy egy napot úgy eltölteni, hogy semmi szomorú hírt ne halljak, valahogy egy úgy napot eltölteni, amikor tényleg semmi rossz nem ér, amikor még magammal sem kell lennem igazából, és hogy valami jó helyre kerülni, valami felszabadultságot, valami örömet vágyok, mert olyan régen volt már ez jelen az életemben, egy ilyen tökéletes kis időt, legalább egy hetet valamit, hogy fel tudjak töltődni. Ugye ez ismerős? És akár hova mentem, úgy nagyjából ezzel találkoztam, és körülbelül ilyesmi, hogy sokszor arra vágyok, hogy igazából ne is szóljon senki hozzám, én is se szólnék senkihez, úgy mindenki hagyjon békén. Én is békén hagynék mindenkit, és úgy látom, hogy bólogatok, hogy mennyire tetszik ez nektek, és úgy egy kicsit úgy egyszerűen csak úgy lenni és boldognak lenni. Csak úgy élvezni azt, hogy létezem.
csak valahogy úgy feltöltődni. Tehát nem, ne kelljen semmire gondolni, ami túl nagy kihívás az életemben. Látom, ahogy így beszélek róla, annyira jó nézni az arcotokat, mert úgy egyre inkább hisztek ebben, és igen, igen, tényleg. És én nem is mondtam ennyire ki másnak, de tulajdonképpen ezt akarom én is, és hát lehetséges ez? Tehát hogyan lehet ezt elérni is? Én is ezt akartam, és azt mondom, hogy tényleg, ez igen, igen, ez jó, amit megfogalmaztak, de hát ez annyira jó, és kezdtem elképzelni, hogy vajon lehetséges-e ilyen? Át tudnék-e valami ilyet élni? Hogy milyen jó lenne így feltöltődni, és hogy van-e ilyen hely? Hogy tudom ezt elképzelni? És ahogy ezen gondolkodtam, egy nagyon érdekes kép tárult elém, abszolút tudtam, miről van szó, és ahogy nagyon koncentráltam rá, tudjátok, mi jött elém? A megye Hobbit falva. És aki senkinek nem akarok a semmi, nem akarok belemenni az ő meggyőződésébe, de nekem a kedvenc filmem, és aki látta, az tudja, hogy miről van szó, az azt jelenti, hogy kis pici teremtmények, akiről az a hír a nagyvilágban, hogy az egész középföldén, hogy általában ők nem akarnak senkit bántani, de őket se bántja senki, és nagyon szépen szeretnek élni, nem nagyon szeretik a változást, történjen minden ugyanúgy, és azt szeretik, hogy ebbe a csodálatos kis elképesztően szép, gyönyörű kis természetes bioházakban felkelnek, akkor pattogok áhába a tűz, akkor odateszik a teát, rengeteg sajtot reggeliznek, utána kiülnek szépen a házuk elő a padra, elszívnak egy nagyon kellemes lápotoroki pipadohányt, utána kimennek dolgozni, mindenki boldog, gyönyörű szép virágok nyílnak, utána óriási születésnapi ünnepségeket tartanak, egyiket a másik után szomszédolnak, egész nap esznek, egész nap isznak, és egyszerűen jól érzik magukat, amikor olyan korba kerülnek, akkor szépen összeházasodnak, aztán gyerekeik lesznek, azokban nyőrködnek, ma azokkal ülnek ki a padra, szépen beszélgetnek, és hogy igen, igen, egyébként is az egész sztori Új-Zélandon játszódik, tehát valami ez igen, na ez az az élet, amire úgy vágyik az ember. De ugye tudjátok ti is, meg én is, hogy végül is hát ez igazából nem egy olyan dolog, ami valószínűleg holnap beköszönt ránk. Tehát nincs egy ilyen ország, ahova simán elmehetnénk ilyen fapados járattal, és úgy ott lakhatnánk. Egyébként, aki meg ismer a sztorit, az tudja, hogy majdnem elpusztult ez az egész. Tehát attól függetlenül ők így akartak élni, és próbáltak mesterségesen feltartani egy közeget. A világban azért ott volt a gonosz, és hogyha egy kis pici csapat közülük ezt a gonosz nem győzi le, és nem teljesíti be az ő elhívását, akkor mindennek vége. Igaz? Tehát valakinek nagyon súlyos árat kellett fizetni azért, hogy a többiek jól érezzék magukat. És ez nagyon fontos, hogy aki megtette az ő elhívását, és harcolt a gonosz ellen, az végül is csak eljutott egy olyan országba, ahol tényleg mindig békesség van, és soha nem fog meghalni. Mivel a történet írója keresztény, ezért nagyon könnyű kitalálni, hogy ez az egész történet az életről szól, nem? Tehát vágyunk arra, hogy békében és jól éljünk, és rájöttem, hogy ez a Bibliában ez így van megfogalmazva, ahogy Pál ír a Timóteusnak, hogy azért imádkozzunk mindig mindenféle vezetőért, mi az egyik legnagyobb vágyunk, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, ahogy Károli fogalmazza, teljes és nyugodalmas békességet életet éljünk. Tehát végül is igazából ezt már Pál is leírta, nem? És azt mondja, hogy elsősorban ezért imádkozzunk, mert hogyha jó a vezetőség, és hogyha egy országban jók lesznek tényleg azok, akik tehetnek erről, és jó döntéseket hoznak, akkor valamilyen szinten ez megvalósulhat. De a cél az, amire Pál is vágyott, és azt mondja, hogy egész kereszténység vágyik, hogy csendes és nyugodalmas életet tudjunk élni. Hogy ne bántsanak minket. És mi sem akarunk másokat bántani. És tehát az élet igazából arról szól, hogy és az a vágyban bennünk, hogy így akarunk élni, és ahogy azt mondja a Biblia, hogy azért imádkozunk, hogy valóban legyen ez meg, mert igazából Isten ezt tervezte az embernek. Tehát ahogy Isten megteremtett minket, és ahogy behelyezett a paradicsomba, az igazából ez a környezet volt, a valóságos. Igaz? Azt elbukta az ember, de az üdvösség által ugyanabban a helyzetbe visszakerülhetünk, ami azt jelenti, hogy ez a vágy, ami bennünk van, ez nem egy elérhetetlen vágy, hanem igazából ez a természetes. Tehát mi emberek erre lettünk teremtve. Az, hogy békességben, igazságban éljünk. Csak hogy tudjuk nagyon jól, és azt látjuk, hogy ahogy kimegyünk a világba, nem ez fogad bennünket, egyáltalán nem így élünk, hanem azt látjuk, hogy egyre nehezebb az élet,
és egyre nehezebb megélni, egyre több rossz vesz bennünket körül, és van egy ilyen mondásom, amit el szoktam mondani, hogy rendszeresen, hogy nagyon kevés időt foglalkoz azzal, amin úgyse tudsz változtatni. Nagyon kevés időt foglalkoz azzal, amin úgyse tudsz változtatni. Tehát én nem tudom most megtenni, hogy egy fizikálisan egy ilyen helyre kerüljek. Egyszerűen ebben a világban kell élnem, akkor most ne foglalkozzak azzal, amit nem tudok egyébként változtatni. Miért? Mert hogyha azzal foglalkozok nagyon sokat, amit nem tudok változtatni, akkor egy idő után a tehetetlenség érzése lesz úr rajtam, a kiszolgáltatottságnak az érzése is, emiatt rendkívül frusztrált és csalódott leszek. Így van? Az embereket, ahogy megfigyeltem, általában az emberek nagy része azokkal a dolgokkal foglalkozik, amin egyébként nem tud változtatni, és ezért rendkívül negatív, rendkívül elkeseredett. Két dolgot írtam fel, amin alapvetően nem tudunk sokszor változtatni, az egyik a körülmények, a másik az emberek. És ha megnézed, hogy mi a problémája egy embernek, általában ebből a két kategóriából kerül ki az ő nagy problémája, hogy milyenek az én körülményeim, és milyenek az emberek. Ő így szólt hozzám, igaz? Nem hiszem el, hogy már megint ő így viselkedett, nem hiszem, hogy ma megint így tett, nem hiszem, hogy megint így bánt velem, de most mit tudsz tenni? Ha akármennyit gondolkodol ezen, ez tény, és végülis ez alapvetően úgy tűnik, hogy ezt nem tudjuk megváltoztatni, igaz? Ha egész nap ezen gondolkodol, hogy a másik miért ilyen, attól még ugyanolyan lesz. De ha ezen gondolkodunk, és rájössz, hogy végül is nem tudod megváltoztatni, akkor keserűek leszünk, tehetetlenség érzése lesz, és akkor utána az ember teljesen kiszokott általában borulni. És azt gondoljuk, hogy ha az megváltozna, akkor jobb lenne nekünk is. Ez az ördögnek a hazugsága egyébként. Igazából a valóság, az szeretném felolvasni az 1 Timóteus 3 harmadik részében jól ismert igéket, az első 5 verset. 1 Timóteus 3-ból. Amely ugye Szofóniás könyve után van egy kicsit, segítek a kikeresésben, elsősorban magamnak. 1 Timóteus mondtam? Eddig volt az 1, most legyen a 2, jó? Tehát tovább lépünk, nézzük meg a 2-t, 1 Timóteus 3 is fantasztikus, otthon ezt olvassátok el, ha lesz időtök, hanem akkor is olvassátok el, mert nagyon jó. De 2 Timóteus 3 azt írja, és azért van az embereken általában ez az érzés, amiről az elején beszéltem, mert azt mondja, hogy Pál Timóteusnak, hogy tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Ez egy olyan tény, amin általában ezzel nem tudunk változtatni. Így van? Nehéz lesz az élet. Az az időszak, amiben élünk, nehéz. Miért? Mert az emberek lesznek magukat szeretők, pénzsóvárok, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok. Szeretet nélkül valók, kérelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyesének látszata, de megtagadják annak erejét, és ezeket került. Azt mondja, az utolsó napokban, abban élünk, érzitek, igaz? Azt mondja, egyszerűen tudd meg, hogy nehéz idők lesznek, mint tényként közli, és abban kell élned. És miért nehéz ez az időszak? Az emberek viselkedése miatt. Nem? Nem tudom, mit gondoltok az utolsó napokról, de egyszerűen azért nehéz, mert rosszul viselkedünk. Igaz? Mert tele van a szeretetlenséggel a világ, káromkodással, igazságtalansággal, és egyszerűen ebben nehéz élni. És az emberek ilyenek lesznek, akinek megvan a kegyesének a látszata, tehát úgy tesznek, hogy ők jót akarnak, tehát egy vallásosság látszatát fenntartják, de annak azt mondja, hogy annak az erejét megtagadják. Ez nem a Hobbit falva, és abszolút nem a megyét írja le, hanem ez egy nagyon sötét és gonosz ország, amiben élnünk kell. Kérdés akkor, hogy mit tudok tenni? Mi az én feladatom? Hogyan tudunk mégis sikeresek és boldogok lenni ebben az időszakban? Na most a mai napon erről lesz szó, és ezért vagyok annyira lelkes, és rájöttem, hogy van egy fantasztikus megoldás az Istennek az igében, és azt mondja a Biblia, hogy mi só és fény vagyunk ebben a világban. De ti is nagyon tudjátok, hogy a nagyon nagy sötétségben egy pici gyertya is nagyon nagy fényt tud adni. Igaz? És mi vagyunk a fény. Minél nagyobb a sötétség, annál inkább tudunk világítani. Azt mondja, hogy ha minél nagyobb a sötétség és a bűn, a kegyelem,
Annál inkább megsokasodik. Azaz, megsokasodik. Nem ezt mondja az ige? Tehát az utolsó időkben, most felolvastam, nagyon-nagyon sok lesz a bűn. Azt mondja, a kegyelem, annál inkább mi fog történni? Megsokasodik a kegyelem. Valakin. Ez azt jelenti, hogy ha te az utolsó napokban élsz, ki az, aki ebbe az időbe él velem együtt, akkor ha akarod, te rajtad megsokasodik a kegyelem. Teljesen. És azt mondja, te nem tagolod meg Istennek a kegyelmének az erejét, mert nem a kegyesének a látszatát keresik, ami azt jelenti, hogy Istennek az ereje és energiája árad is belőled. És egyszerűen győztesek leszünk. És ugyanúgy, ahogy az a pici törp, még a kis pici csoport megtette az ő elhívását, és végül is csak eljött az a jó, a mi is megteszük a mi magunk elhívását, és az örök békesség birodalmába leszünk. Na, ez a bevezetés volt, és eljutottunk oda, hogy mit tegyünk, mi a mi feladatunk. Filippi 2:12-16-ig fogom felolvasni. Jól ismert igéket. Ez az ige hozott az utóbbi időben leginkább lázba engem. Ezt az igét nagyon-nagyon megszerettem, bár nagyon sokáig nem értettem. Igazából ettől az igétől féltem egész életemben. Szeretném először is az eredeti, azaz a Károli fordításból felolvasni, amit még annak idején Pál apostol is használt, mert ez igazából kenet teljes, aztán felolvasok egy olyat is, ami hogy értsük is, hogy miről van szó. Tehát Filippi 2:12-16-ig. Annak okáért szerelmeseim. Ez végül is jól kezdődik. Amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távol létemben félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből. Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek, hogy legyetek fedhetetlenek, tiszták, Istennek szeplőtelen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik között fényletek, mint csillagok e világot, életnek beszédét tartván eléjük. Az az életnek a beszédét tartván eléjük, az a görög szó az azt jelenti, hogy amikor a pincér, ismeritek, nem, egy nagy fogadáson ott áll a pincér, és úgy egész este tartja vagy a kaját, vagy az italt, és akkor ott van végig, és azt mondja, ott tartja, és amikor csak akarsz, vehetsz belőle. Tehát ez egy olyan dolgot jelent, hogy nekünk az az elhívásunk, hogy nálunk van az életnek a beszéde, az erő, az üdvösség, nálunk van az Istennek a hatalmas ereje, a kegyességnek az ereje, és azt mondja, ez a feladatunk, hogy amíg élünk, tartsuk oda az embereknek, hogy aki csak akar, vegyen belőle. Abból, amiben mi is részesültünk, ami minket boldoggá tett. Na, az üzenetnek a címe: félelemmel és rettegéssel munkáld az üdvösségedet. Ki tudjuk vetíteni, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket. Na hát ez az ige, amely annyira bátorított engem, és ettől jöttem teljesen lázba, és rájöttem, hogy ez az én feladatom. Ez a te feladatod, hogy félelemmel és rettegéssel munkáld az üdvösségedet. Biztos ti is úgy vagytok vele, hogy én. Olvassuk ezt az igét nagyon sokszor, és azért elég hamar átléptem, hogy persze, ezt kell csinálni, de utána gyorsan megyünk oda, hogy mint fény ragyogunk, mint csillagok, mint sztárok ezen a világon, a sötétség között, és hát most hogyan munkáljon félelem és rettegéssel az én üdvösségemet? Hát eleve azt tanították, hogy az üdvösség az egy ajándék. Azt mondja a Biblia, hogy aki megtért, legyen üdv bizonyossága, igaz? Tehát legyek biztos az én üdvösségemben, hogy a mennybe jutok. Kinek van ez meg? Hát, hogyha én biztos vagyok abba, és hogy az mennybe jutok, és ezt ajándékba kaptam, az attól miért kell félni? Hogy lehet rettegni attól, ami biztos? Hogy lehet rettegni attól, ami az enyém? Hogy lehet félni attól? Hogy lehet véghez vinni félelme és rettegve az üdvösséget, ami a legjobb dolog, az örvendetes? Hát általában ugye a klasszikus magyarázat azt mondja, hogy nagyon féljél, és nagyon vigyázzál, hogy nehogy bűnkövessél el, mert akkor a pokolba jutsz. Tehát ez azt jelenti, hogy az egész életünkben nagyon vigyázunk az üdvösségünkre, mert hogyha bűnkövetünk el, akkor Isten jól megbüntet bennünket. De hát akkor ez hogy kapcsolódik az üdvösséghez? Akkor hogy van az, hogy annyira örülünk annak, hogy üdvözültünk? Hát ez egy jó kérdés, és nagyon foglalkoztatott engem, és azt mondja, hogy mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálás jó kedvéből. Ha Isten a jó kedvéből, miért munkál bennem olyat, amitől nekem félnem és rettegnem kell? Igaz?
Tehát ő jó kedvéből munkálja azt, amit én félelemmel és rettegéssel vigyek végbe. Nézzük meg egy másik fordítást. Azt mondja, barátaim, azt akarom mondani, hogy egyszerűen csak folytassátok azt, amit az elején elkezdtetek. Amikor köztetek éltem, készségesen engedelmeskedtetek. Ilyen szívvel legyetek most is, amikor nem vagyok veletek. Sőt, duplázátok meg az erre való törekvést. Legyetek energikusak a megváltott életetekben, tiszteletteljesen és puha szívvel, érzékenyen álljatok meg Isten előtt. Isten energiája az, ami ott van mélyen bennetek, és maga Isten az, aki akarja és el is végzi mindazt, ami neki a legnagyobb örömet adja. Minden készségesen és örömmel végezetek, nem engedhetitek meg a cívódást, a kételkedést. Tiszta szívüként menjetek ki a világba, mint friss levegő a romlott és mocskos társadalomban. Láttassátok meg az emberekkel az élő Istent, és hogy lehet jól is élni. Kérlek, hogy hagyjátok fent, aztán majd váltogassátok ezt két diát. Nagyon jó ez az ige. Arról beszél, hogy valamit elkezdett bennünk Isten, és ezt teljes tisztelettel és puha szívvel egyszerűen ezt a munkát végezzük ki, mert az Isten, ez az energia, amit adott nekünk Isten, az véghez akar bennünk valamit vinni. Szeretném egy pár szóval ecsetelni, hogy szerintem mit is jelent ez igazából, és hogyan is működik ez az egész üdvösség a mi életünkben. Ahogy megtértünk, és ahogy éltünk a bűneset miatt, halott a szellemünk, igaz? Tehát alapvetően három részből állunk, én nagyon leegyszerűsítve szeretném elmondani, a szellem, a lélek és a test. A szellem az, amely a legbelső lényünk igazából, amely halott a bűneset miatt, és így élünk. És a vallás mindazt mondja, mindazt tanítja, mindazt akarja elérni. A vallás nem más, mint egy út, mindenféle vallás, amely által valahogy el tudunk jutni az üdvösségre, hogy újjászülessünk. Tudjuk nagyon jó, hogy ez nem lehetséges, mert testi és lelki módon nem tudunk eljutni az üdvösséghez, mert az egy isteni dolog, amit ajándékba kaphat az ember, amit az újjászületéskor kapunk meg. Igaz ez igaz? Igaz ez igaz? Oké. Tehát amikor újjászületünk, akkor üdvösséget kapunk. Azt mondja a 2 Korintus 5:17, hogy aki valaki Krisztusban van, új teremtés, az a régiek elmúlt, aki mi, újjá lett teljesen minden. Ez múlt időben van. Az azt jelenti, hogy amikor mi újjászületünk, akkor a halott szellemünk helyett kapunk egy élő szellemet, amely képes megérteni az igét, képes kommunikálni Istennel, amely tökéletes, amely szent és amely tiszta. Ez jelenti az üdvösség, hogy Jézus uralma és hatalma betört a mi életünkbe, és megszabadított a haláltól, a halott szellemtől, az elmúlástól, és alapvetően azt mondja a Biblia, megnéztem a görög fordítás, hogy ez egy energiát jelent, egy isteni energia, ami feltölt teljesen bennünket, és szabaddá tesz. Tudjátok konkrétan az üdvösség szó az mit jelent? Megmenekülést jelent, igen. Teljes szabadulást jelent. Megigazulást, megváltást, kegyelmet, megbékéltetést, megdicsőülést, teljes biztonságot, teljes gyógyítást és teljes szabadságot jelent. Tehát amikor üdvösséget kapunk, akkor ezt kapjuk ajándékba. Egy új szellem születik bennünk, és Isten egyszerűen a szabadulást jelent, ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus betör a mi életünkben, és tönkre tudja tenni az ördögnek minden munkáját, amit addig ő felépített, és ami a bűneinknek a következménye, amit azelőtt elkövettünk. Értitek? Egyszerűen teljesen meg tud ettől bennünket szabadítani, és a szellem által belénk költözik Istennek az energiája, az ő ereje, és azt jelenti, hogy belénk költözik az ő képessége. Tehát az azt jelenti, hogy képesek vagyunk megtenni mindazt, amiről korábban nem tudtunk. De amikor mi újjászületünk, csak a szellemünk születi újjá, amikor mi megtértünk, a lelkünk az marad ugyanaz, és a testünk is marad ugyanaz. Igaz? Tehát amikor mi újjászületünk, akkor egy új szellemet kapunk, amely tökéletes és tiszta, de ugyanabban a testben kell élnünk. Ha újjászületésünk előtt kövérek voltunk, és teljesen tökéletesen újjászületünk, utána ugyan kövérek maradunk, igaz? Ha nagyon csinosak voltunk újjászületésünk előtt, nagyon csinosak leszünk utána is. Hogyha a lelkünkben különböző, a gondolkodásmódunkban különböző dolgok voltak jellemzők, a megtérésünk után is ugyanaz lesz. És azt mondja a Biblia, hogy amikor újjászületünk, akkor kapunk egy új szellemet, amely Istentől van, amely az életre törekszik, és amit azáltal teszünk, az mindig életet jelent, de testben maradtunk, a test pedig mindig a szellem ellen törekszik. És
ez egyik nagyon fontos dolog, amit meg kell értenünk, amit én mindig félreértettem, hogy igazából mit jelent az, hogy test? Mit jelent az, hogy testi? Azt gondoltam mindig, ez egy bűnös dolog. A test az, ilyen, az egyenlő a bűnnel. Nem. A test a szó szerint azt jelenti, hogy minden, ami érzékelésen alapul. Ezt jelenti a test. Minden, ami érzékelésen alapul. Tehát a testi dolgok azt jelenti, hogy olyan dolgok, amelyek olyan információk, olyan dolog, amire felépítjük az életünket, amit látunk, amit hallunk, és ez befolyásol bennünket. Értitek? Tehát az ember testi az azt jelenti, hogy azok a dolgok határozzák meg a mi életünket, amit látunk, amit hallunk, amit érzünk, amit át tudunk élni fizikális módon. És ebben ez csomó minden nem olyan bűnös dolog, de ennek a vége a halál. Mert ez egy földi dolog. Ezért értettem meg, hogy miért van az, miért beszél olyan sokat a Biblia a testi emberről. A testi ember, a testi hívő az olyan ember, akinek bár újjászületett, de továbbra is úgy éli az életét, hogy ami meghatározza az életét, az, hogy emberek mit mondanak, az, hogy mit látok a televízióban, az, hogy milyen híreket hallok, és az alapján határozom meg az én érzéseimet, és úgy élek, az határozza meg a mindennapjaimat, amit látok, amit hallok, amit érzek, amit érzékelek. És ha ebbe élek, akkor előbb-utóbb bűnöket fogok elkövetni. Érthető ez? Tehát a testi az azt jelenti, hogy alapvetően az határozza meg az életemet, amit a földi szememmel látok, amit a füleimmel hallok, ami körülvesz, az befolyásol engem. Ezért van az, hogy sok ember, aki keresztény, mégis testi, és ez nem bűnös dolgokat jelent, de hogyha ezt tesszük, akkor a test kezd rajtunk uralkodni. Egyszerűen ez lesz jellemző a mi életünkre. És azt mondja a 14-es vers, hogy mindeneket zúgolódások nélkül tegyetek. Tudjátok, mit jelent az eredeti szó az, hogy zúgolódás? Hogy lehetne lefordítani? Negatív hozzáállás. Mindent úgy csinálj, hogy negatív a hozzáállásunk alapvetően. Ezt jelent a zúgolódás. És azt mondja a Biblia, hogy szűnjünk meg a negatív hozzáállástól. Na most, nem sokára kiukadunk, nem sokat fogok erről beszélni, de amikor ezt megértettem, próbálom átadni úgy, ahogy én megértettem, azt mondom, ez a legjobb dolog az életünkben, ami megtörténhet velünk. Tehát, ha testi módon élünk, tehát az határozza meg az életünket, és a mi érzéseinket, és az egész mindennapjainkat, a programunkat, amit látunk, amit hallunk, akkor természetszerűen negatív lesz a hozzáállásunk, és negatív emberek leszünk, és előbb-utóbb el leszünk keseredve. Értitek? Mert a testnek a következménye a negativizmus. Azt mondja Jeremiás 17, hogy átkozott az ember, aki testben bízik, mert depressziós lesz. El fog keseredni, magányos lesz, magány és depresszió, és a negatív hozzáállás lesz minden testi dolognak a jellemzője. Tehát amikor újjászületünk, akkor az Istennek a üdvössége, ahogy egy üdvösségnek a munkája elindul az életünkben, új szellemünk lesz, ami azt jelenti, hogy egy isteni energiát, erőt kapunk arra, hogy már többet ne negatívan éljünk, hanem minden máshogy lássunk. Az Istennek az energiája azt jelenti, hogy tökéletesen meg tud bennünket szabadítani dolgoktól, tökéletesen szentté tudunk válni az idők folyamán, tökéletes lehet minden, értitek? Tehát az Istennek az ereje, ugyanaz az erő, amely őt feltámasztott a halálból, és amelyet őt annyira sikeresé tette, ott van bennünk. De eddig nem így éltünk, tehát eddig hozzászoktunk ahhoz, hogy az alapján élünk, amit látunk, amit hallunk, és ez nagyon negatívvá tett bennünket. És amikor újjászületünk, ez a kettő elkezd harcolni egymással. És úgy válik el a mi életünk, hogy mennyire tudunk eredményesen és boldogan élni, hogy ki a győztes igazából. Hogy arra hagyatkozunk igazából, amit látunk, amit hallunk továbbra is, tehát ami testünk után, ami negatív dolgokat eredményez, hogy negatívan álljunk hozzá, vagy a szellemi dolgok, amely mindig az életre irányul. Onnan tudom, hogy szellemi vagyok, hogy tele vagyok erővel, tele vagyok energiával, energikus vagyok, optimista vagyok, tele vagyok hittel, és jót várok, és egyszerűen azt veszem észre, hogy egyre másra átveszi az életem fölött a hatalmat, az Istennek az ereje, az üdvösségnek a munkája. És értitek, hogy miért mondja azt, hogy nagy tisztelettel és nagy félelemmel vigyétek végbe az üdvösségnek a munkáját? Azért, mert Istentől ajándékba kaptuk az üdvösséget, amely nem más, mint az Istennek a mérhetetlen és csodálatos energiája, amely minden rosszat le tud győzni a mi életünkben, és mindent megkaptunk, amire szükségünk van, és azt mondja, hogy az az életünknek a legfontosabb része, és azért vagyunk itt igazából a Földön, hogy ez egyre inkább vegye át a hatalmat, az életünk minden negatív része
fölött. És egyre inkább erre kezdjünk figyelni, és teljünk meg az isteni energiával, és azt mondja, hogy nagy tisztelettel kezdjük el kimunkálni, hogy az az üdvösség, amit kaptunk, és szellemileg már megvan, az hasson ki az egész testünkre, a környezetünkre, az életünkre. És ahogy én megváltozok, és ahogy megtapasztalom ezt az energiát, azt mondja, hogy ezt mások is észre fogják rajtam venni, hogy ez az ember, aki egyre negatívabb volt, ahogy öregedett, egyre rigolyásabb, egyre inkább sötéten látott minket, és mindig panaszkodott, zúgolódott, a másikkal versenyzett, elkezd megváltozni, és megragyog az arca, és ez is megoldódik az életében, az is, ahogy megy folyamatosan, tehát elkezd munkálkodni az isteni energia benned, azt mondja, hogy elkezd el ragyogni a világban, és ahogy haladunk tovább, ez a cél, hogy ez legyen teljesen a életünkben, és ahogy én változok, ahogy az isteni üdvösség energia változtat engem, adjam át, tárjam a tovább a többi ember elé. Hogy nézd meg, ez számodra is lehetséges. Ahogy engem Isten meg tudott változtatni, ahogy folyamatosan változok, téged is úgy meg tud változtatni. Hát ez nem csodálatos dolog? Ez lehet, hogy egy betegségre vonatkozik az életed, vagy az üdvösség egyre inkább átjárja a te testedet. És észre fogod venni, hogy dolgok megváltoznak. Lehet, hogy egy életednek egy területén nagyon depressziós vagy, és egyszerűen negatívan láttál minden. Most elkezded pozitívan látni. Lehet, hogy vannak olyan dolgok, amelyre azt gondoltad, hogy soha nem tudod megoldani az életedben. Teljesen negatív voltál. Most pedig azt látod, hogy van valami energia, valami erő bennem, amely feltölt. Tudod, mi a te üdvösséged? Az Istennek az erejét, a képességét és az energiát megkaptad ajándékba, hogy minden rosszat legyőzz és megtörj a te életedben, amely negatív dolgokat és negatív érzéseket és negatív hozzáállást vált ki benned. Amen. És azt mondja, hogy egy nagy tisztelettel ez az életünknek a célja, hogy ehhez kezdjen el munkálkodni. Vigyük véghez az üdvösséget, amely Isten elkezdett, és tudjátok mi a csodálatos, miről beszél a 13-as vers? Hogyha te akarod, ha te akarod, és azt mondod, igen, én akarom, hogy az üdvösség ne csak a szellememben legyen, hanem legyen valóság a hétköznapjaimban, akkor azt mondja, hogy Isten az akarást is megadja neked, a képességet és az energiát hozzá. Amen. Egy dolgot kell tenni, hogy odafigyelsz rá, és azt mondod, hogy én akarom. Amen. Valamelyik nap reggel beszéltünk erről, megnéztem a híradót. Nem szoktam híradót nézni, valami elképesztő volt. Olyan nyomorultól és rútul éreztem magam. Annyira negatív lettem, hogy eleve ahogy felépítik a híradót. Teljesen csodálkoztam, annyira sok hülyeség volt, de tényleg. Tehát vannak olyan jó híroldalak, ami normálisan, de elképesztő. És azon gondolkodtam, hogy valakik, ugye a testi ember mit jelent? Az, hogy testi, hogy érzékek útján, tehát így látás és hallás útján veszi az információkat, és az alapján él. Mondom, létezhetetlen, hogyha valaki alapvetően ebből veszi az információkat, egyszerűen pozitívan és hitteltele éljen. Egyszerűen kell olvasni mellé egy óra igét legalább, hogy valahogy helyre komolyan meg az Úr elé kell menni, elkezdek nyelveken imádkozni, 10 perc alatt teljesen rendben van, de egyszerűen ki kell venni az agyamból, mert valami borzalmas. Értitek, mi az a testi ember? Bemész a világba és meghallgatod az emberek, miket beszélnek, 10 perc után nyomorult és rútul érzed magad. De hát teljesen természetes, hogy negatívak, mert testi emberek, és nekik ez adatott. Nekik halott a szellemük, és nem tudnak felnézni, és nem tudnak érzékelni szellemi dolgokat, mert test nem tud érzékelni szellemit. Ezért kell újjászületnünk. De ha te újjászületsz, az azt jelenti, hogy megvan az a képességed, hogy oda tudsz csatlakozni Istenhez, aki tele van energiával, tökéletesen szép, tökéletesen ragyog, és odaadja neked ezt a képességet, és azt mondod, hogy Istenem, odamész hozzá, kérlek, szólj hozzám. És egyszerűen mond valamit a te életedre vonatkozóan, egyszerűen ad egy jó benyomást, egy érzést, valamit szól hozzád, egyszerűen megnyugtad, vigasztal, bátorít, és kimész a világba, és elkezded érezni, hogy üdvösség átjár benned teljesen. És azt mondja, hogy teljes tisztelettel vidd ezt véghez. Gondolkodtam, hogy tulajdonképpen hogy tudnám elmondani, magyarázni, vagy magam számára elmagyarázni ezt az igét, hogy teljes tisztelettel vigyen véghez az üdvösséget, és egy ilyen jó értelemben félelem legyen úrrá rajtam. Ezt mint férfi, én ezt így gondoltam el, hogy például nekem van egy vágyam, hogy nem olyan nagy vágy, ha nem történik meg, akkor nem leszek boldogtalan, de ha egyszer lehetőségem van rá, akkor megtenném, hogy nagyon gyorsan menjek egy tűzpiros Ferrarival. Egy német autópályán.
Egy, tudjátok, egy igazi, ami, aminek olyan hangja van, hogy, hogy két dugót bele kell tenni, és akkor jó megküldeni, és hogy, hogy Németországban nincs trafipax, igaz? Még most nincs. Oké, és tehát biztos, hogy nem kell félni, nem kell rettegnem, de tudjátok, sokszor elmondták nekem, és én már jártam így, hogy ha egy ilyen autóba beülsz, akkor nagyon tisztelettel kell vele bánni, és nagyon óvatosan, mert ha hirtelen gázt adsz neki, akkor ott vége van mindennek. És én nagyon szeretném, akarom, és ez a nagy vágya az életemnek, de egyszerűen először nagyon óvatosan kezdenék vele menni, míg ki nem tapasztalom, és egyszerűen ott van bennem a tisztelet, mert tudom, hogy ez egy óriási érték. És nem akarom az egészet elrontani, és nem akarok neki menni egy fának, stb., hanem egyszerűen azt szeretném, hogy szépen-szépen Bécsben megállni kávézni, és akkor szépen Salzburgban mindenképpen elképesztő gyönyörű város, és kérni Németországból jó kitapasztalnám, és amikor már jól megy, akkor egyszer. Olyan régen, mert most mióta megkomolyodtam, vagy tizenvalány éve, hogy nem mentem 200 fölött. Tehát így teljesen, és nagyon régen volt, és hogy, de akkor értitek? Tehát végülis egy jó értelembe vett félelem lenne rajta, meg egy tisztelet, mert tudom, hogy nagyon sok lóerő van mögöttem, amilyen jó kell bánnom. Tudod, az üdvösséged az azt jelenti, hogy elképesztő isteni energia van benned. Erre az energiára vágyik az egész világ. Ha megnézitek, hogy mire vágynak, valami titokzatos energia, amely megváltoztatja mi életünket. Igaz? Mindenki ezt ígéri, mindenki ezt szeretné. Valami, és az üdvösséggel egyszerűen ott van bennünk. Amire szükséged van, benned van. Amire szükséged van, hogy boldog és sikeres életet tudjál élni, benned van. Szeretném ezt még egyszer elmondani. Amire szükséged van, és amit szeretné, hogy sikeres és boldog életet tudjál élni, az benned van. Úgy hívják, hogy az üdvösség. Az üdvösség Isten képessége és energiája, amit ajándékba kaptál. De értitek már, hogy mit jelent az, hogy jó félelemmel? Egyszer, mikor dolgoztam, tudom pontosan mit jelent ez, akkor 19 évesen autókereskedő voltam, és behozott a cég egy Alfa Romeo-t. Nagyon-nagyon sok lóerő volt benne, és hátsó kerék meghajtású volt. És azt mondta a főnököm, hogy fél egy körül, hogy egy óra, de én Nyíregyházán dolgoztam, és azt mondta a főnököm, hogy egy óráig van vám, ezt ma le kell vámoltatni, itt a kulcs. Fél óra, csúcsforgalom ugye, délbe, legyél ott 20 perc alatt Debrecenbe. Hát, le kell vámolni, mert jön a vevő. Beültem az autóba, odaléptem neki, tizenvalány perc alatt Debrecenbe voltam, és úgy értem oda, hogy ráadásul még nem két vámudvar volt akkor, és a másikba mentem először, de rájöttem, hogy az olasz autókra nagyon vigyázzatok, mert egyrészt 180-200 fölött nem nagyon fogott a fék, és mindig elhúzott jobbra. Másrészt, hogy ha hirtelen gázt adtam neki, akkor egyszerűen kifarolt, mivel hátsó kerekes volt, és így mentem körbe-körbe. És azért megálltam egy vámudvaron, nem volt ott senki, azt kipróbáltam, hogy milyen. De tudjátok, utána rájöttem, hogy utána nagyon óvatosan jöttem vissza, mert picit is odaléptem, úgy megugrott az autó, hogy egyszerűen lehetetlen volt megfogni. Tehát egy olasz autót nem nagyon lehet megfogni. Nagyon gyors volt, tele volt extrával, már abban az időben minden extra benne volt, de fék nem nagyon volt rajta, és egyszerűen rendkívül instabil volt, és egyébként meg 50 kilométerenként egy liter olajat utána kellett tölteni. De értitek, tehát valamilyen módon tudtam, hogy valami olyan energia van alattam, amit ha rosszul kezelek, értékeljem azt, és egyszerűen a magam tempójába menjek, az egészséges jó tempóban. Amikor újjászületünk, akkor Istennek a fantasztikus energiája van bennünk, és mi az életünknek a célja? Az, hogy munkáljuk ki az üdvösséget, tehát amit kaptunk, és szellemileg a miénk, egyre inkább hasra állt a gondolkodásmódunkat, az érzelmeinket, egyre inkább megtörje a negatív dolgokat az életünkben, mindazt, ami amúgy boldogtalanná tesz, ami miatt el akarunk menekülni, máshol akarunk lenni, ami miatt Hobbit falván szeretnénk élni, mezitláb Frodóként, feleségem mindig azt mondja, nekem nagyon szeretem, hogy neked kellett volna elmenni és eljátszanod a törpöket. Mert egyrészt kistermetű vagy, meg tudjátok, nekem nagyon lúdtalpas vagyok, és széles a lábom. Azt mondja, ha te elmentél volna, nem sokat kellett volna alakítanod. Magadon egy hobbitot simán el tudnál játszani. Azóta nézem a lábamat, és próbálok ilyen karcsúbb cipőkbe járni, hogy ez a feleségem rendben van, hogy ezen nevet otthon, de azért nem mindenki ezt tegye. Amúgy meg nagyon szeretem a hobbitokat, de miről beszéltem most? A hobbitokról.
Szeretitek az ilyen nagyon idióta elvont vicceket? Azt mondja Gandalf, hogy jó nektek hobbitok, mert a munkátok a hobbitok. Ezek annyira rosszak, hogy ma azért szoktam néha nevetni, hogy hogy lehet ilyen butásak. Tehát az üdvösségünkről van szó. Ami azt jelenti, hogy az üdvösséged nem más, mint a fantasztikus Istennek a fantasztikus energiája. Ugyanaz az energia, erő, képesség, ami Jézusban volt, ott van bennünk. És az nem azért kell munkálkodnunk, hogy megkapjuk az üdvösséget, mert az ajándék. Azon kell munkálkodnunk, hogy amit ajándékba kaptunk, és szellemileg a miénk, ne olyan hívő életet éljünk, hogy bár szellemileg üdvösségünk van, de senki nem veszi rajtunk észre, hanem az, hogy folyamatosan tudjunk megváltozni. Egyik dologból a másikra. Ezt tudjátok, hogy lehetséges? Hogy eddig arra figyeltem, amit láttam, amit hallottam, amit éreztem a testemmel. Most egyre inkább arra figyelek, amit Isten mond, amit szellemileg tudok érzékelni. Így erősödik az üdvösségem. Így tud növekedni bennem. És így leszek egyre pozitívabb. Így szűnök meg a negativizmustól. Mert mit mond? Hogy ezt a munkát zúgolódás nélkül, ami eredeti görögben azt jelenti, hogy negatív hozzáállás nélkül. Annyira tetszik nekem, mert ez egy igazi jó magyaroknak szóló üzenet, nem? Minden negatív hozzáállás nélkül tegyetek. Az üdvösség azt jelenti, hogy Istennek az ereje eljött, hogy megszabadítson téged a negatív hozzáállástól, akár önmagaddal kapcsolatban. Eddig azt mondod, hogy nem fog sikerülni, ez nekem nem megy, mert olyan bűnök vannak az életemben, amivel nem tudok elbánni, olyan betegség van, ami nem, a felett nem tudok úrrá lenni, olyan érzéseim vannak, amelynek ki vagyok szolgáltatva, nem tudok úrrá lenni, olyan dolgok történnek velem, olyan dolgok vesznek körül, nem tudok úrrá lenni, olyan gyülekezetbe járok, amely nem annyira jó, negatív a hozzáállásom a vezetőköz, negatív a hozzáállásom az anyagi helyzetemhez főleg, és amikor az üdvösség kiárad a mi életünkben, azt mondom, hogy Istenem, én akarok megváltozni, és ha te akarsz, akkor mit mond a Biblia? Isten elkezdi munkálni benned a képességet és az energiát. Hogy ne csak akarás legyen bennünk, hanem ez véghez is menjen. Elkezdesz munkálkodni, és azt mondod, hogy hazamész, hogy igen, reménységem és hitem van arra, hogy az az anyagi helyzet, ami eddig azt gondoltam, hogy soha nem fog megváltozni, megváltozhat. Igen, és hitem és reménységem van arra, hogy eddig egy bizonyos bűnnel küzdködtem, és állandóan visszatért, és úgy éreztem hatalmasabb, mint én, de most rájöttem, hogy az üdvösséget kaptam ajándékban, amely Istennek a képessége és az ereje, és most Jézus nevében megvallom, hogy képességem és erőm van arra, hogy győztes legyek. Amen! Eddig olyan félelmek gyötörtek téged, amelyek hatalmasabbak voltak, mint te. Nekem is voltak ilyen félelmeim. Egyszerűen rám tört, és olyan volt, mint egy hatalmas úr. Oda jött, olyan, úgy éreztem szó szerint, hogy rám ül, és nem tudtam vele mit tenni, csak féltem és rettegtem. És el akarta velem hitetni valaki, hogy az hatalmasabb, mint én, és így kell élnem. És akármit harcoltam, nem tudtam vele mit tenni, és ott volt velem. És iszonyatosan utálok félelmek között élni. Még nem egyszer tényleg rájöttem, hogy az üdvösség, amelyet kaptam, az Istennek az ereje és energiája, az Istennek a képessége, az hatalmasabb, mint az a félelem, amely engem gyötör. És megszabadultam a félelemtől. Amikor megszabadulsz, akkor felragyog az arcod. És egyszerűen így ragyogunk a világban. Tudjátok, észrevettem nagyon sok keresztényen, hogy sokszor magamon is, hogy amikor üdvösséget kaptunk, és az elkezd munkálkodni az életünkben, ragyog az arcunk, és egyszerűen tele vagyunk energiával, erővel, és tenni vágy, igaz? Úgy éljük az életünket, tenni akarunk valamit. Amikor az ördög hoz egy akadályt, amelyet úgy érezzük, hogy nagyobb, mint amivel el tudnánk bánni, ez az üdvösségnek a folyamata, ez a munkája, amiről Pál ír, megtörik, csak az ember elkezd szomorú lenni, és akkor arra figyel, hogy mi az a nagy bűnöket ne kövessen el, úgy elmegy gyülekezetbe, és elkezd egy vallásos életet élni, és eltűnik az öröm és az energia belőle. Értitek? Tehát amikor elhiteti velünk az ördög, hogy olyan dolgok vannak, amelyek hatalmasabbak, erősebbek, és nem tudunk vele elbánni a mi életünkben, megtörik az üdvösség folyamata, és egy jó vallásos emberek leszünk. De a vallásos ember soha nem ragyog. A vallásos ember nincs tele energiával, a vallásos ember zúgolódik, negatív a hozzáállása, és mindig versenyezni kell a másikkal, hogy jobb legyek, mint a másik, és a másikban mindig vetétást lát. Akiben az üdvösség árad, az nem lát a másikba vetétársat, hanem azt mondja, hogy bennem is, itt van az Isten képessége, benned is, harcoljunk együtt, gyere!
együtt ketten legyőzünk 10 000-et, és megváltozik az egész társadalom. És azt mondja, hogy ha így élünk, hogy munkálkodik bennünk az üdvösség, olyanok leszünk, mint valami friss levegő ebben a romlott világban, mint amikor a világra kinyitunk, mint amikor egy áporodott szobának az ablakát kinyitjuk, és árad és árad és árad, árad a friss levegő. Barátom, szerettem, szeretteim, testvéreim, te lehetsz a friss levegő a virág számára holnap. Ahogy árad beléd Istennek a friss lehelete, a Szent Szelleme, ugyanúgy áradhat rajtad keresztül. És amikor kimész hétfőn, és mindenki negatív, te leszel az a fény, aki azt mondja, hogy van megoldás. És a mi életünknek a célja az, hogy ezt táljuk az emberek elé. Azt mondja, életnek a beszédét add oda, tárd. És azt mondod, hogy ahogy engem megváltoztatott az üdvösség, ugyanúgy fog megváltoztatni téged. És nem kell sokat beszélni, mert látják. A fényt mindenki látja a sötétben, így van? A fénynek nem kell megvalania magáról, hogy ő a fény. A fénynek nem kell bizonygatni magáról, hogy ő a fény. Egyszerűen világít és ragyog a sötétben, és oda mennek az emberek. Te fény vagy. Benned van Istennek a képessége. Benned van Istennek az energiája. Nem kell máshová menned. Nem kell sehová se lenned. Nem kell menekülnöd. Nem kell, hogy az emberek békén hagyjanak. Nem kell, hogy mindenki megváltozzon körülötted. Te meg tudsz változni. És az pont elég. És ami szükséges ahhoz, hogy meg tud változni, ott van benned. Ez az üdvösség, amit ajándékba kaptál Istentől. Munkáld ki. Életed minden részén. Én nem tudom, hogy éppen milyen terület van az életedben, ahol ennek munkálkodnia kell, de te nagyon jól tudod. És ma ez az üdvösség elkezd munkálkodni. Ma, azt mondja Istennek az igéje, ma van a kellemes idő, ma van az üdvösségnek a napja. Én a mai napon ezt az üzenetet azért szóltam, hogy legyen hited, és legyen reménységed. Ha még soha nem volt üdvösséged, akkor ma lehet a te napod. Imádkozni fogunk érted, és elindul benned ez a csodálatos folyamat. Hogyha megállt az üdvösségnek a folyamata, ez a munkálkodás, bár megkaptad ajándékba, de valahol megrekedt, és eltűnt az öröm, az energia az életedből, és szomorúság jött, ma van annak a napja, az üdvösség munkálkodásának a tovább lépésének a napja. Amikor azt mondod, hogy oké, megrekedtem, lehet, hogy 5 évig megrekedtem, de ma felkeltem. Tovább megyek, és tudom, hogy ez a képesség az mindent meg tud törni az életemről. Az üdvösség, az totális szabadulás, megváltás, békességet, biztonságot, örömet, gyógyulást, felvirágzást jelent. Ha te tényleg megtértél, akkor ez a tied. Amen! Na gyertek, álljunk fel, menjünk az Úr elé. Megkérnek a muzsikusok, a zenészeket. Halleluja! Megígéritek nekem, hogy pozitívan fogtok önmagatokhoz állni, innentől kezdve. Amen! Életetek minden részéhez, dolgához. Halleluja! Nem is fogok értetek imádkozni, jó? Egyszerűen teljetek meg hittel, nem kell értetek imádkozni, mert bennetek van az üdvösség. Fel kell emelni a szemedet, az a szívedet Istenhez. Egyszerűen mondod, Istenem, én akarom, és mi fog történni? Ha azt mondod, hogy akarom, Isten az energiát és a képességet meg fogja neked adni, és sikerülni fog? Sikerülni fog? Sikerülni fog? Amen. Mit kell hozzátenni? Akarni kell és felnézni Istenre, és azt mondod, Istenem, én akarom. És ha azt mondod, elkezdi a munkát, elkezd az erőt, a képességet, megadja neked. Én nem fogok ezért érted imádkozni, miért imádkozok olyan emberekért, akik teljes vannak az üdvösséggel, nem? Az én imám nem sokat segít nektek, csak egy nagyon picit, de te nagyon sokat tudsz magadon tenni, segíteni. Gyertek, nézzünk fel Jézusra, jó? Ő az, aki most munkálkodni fog a szelleme által. Dicsérjük az Urat!